Választott bírósági eljárást helyezett kilátásba Romániával szemben a Gabriel Resources kanadai cég. A Mammut vállalat azt várja el a román hatóságoktól, hogy hosszabbítsák meg a Roșia Montană Gold Corporation verespataki arany-ezüstérc kitermelési koncessziós engedélyének érvényességét. Hivatalos értesítést küldött a kanadai Gabriel Resources vállalat Klaus Ioannis román államfőnek és Marcel Ciolacu miniszterelnöknek, amelyben bejelentette, hogy megtámadja a román hatóságok döntését, miszerint nem hosszabbítják meg a Roșia Montană Gold Corporation verespataki arany és ezüstérc kitermelési koncessziós engedélyét. A kanadai vállalat ebben kifejti, hogy 90 napon belüli kedvező válasz hiányában választott bírósági eljárást indít az engedély meghosszabbítása érdekében. Az altalai kincsek felügyelő országos ügynökség júniusban jelentette be, hogy nem hosszabbítja meg az engedélyt. Ez nem meglepő, hiszen a Gabriel Resources elvesztette a Románia elleni kártérítési pert, amit óriási sikernek könyveltek el a román hatóságok. Csak hogy a múlt hónapban újabb fejlemény következett be az ügyben, a Világbank beruházási viták rendezésének nemzetközi központja ugyanis felfüggesztette a Románia számára kedvező ítélet végrehajtását. Ezt annak következtében, hogy a kanadai Mammut vállalat arra hivatkozott, hogy az ítéletet kimondó választott bíróság három tagja közül kettő nem volt független. A cég nem csak az ítélet megsemmisítését kéri, hanem a perköltség kifizetése végrehajtásának a felfüggesztését is, amely értelmében 10 millió dollárt kellene fizessen Romániának. A Gabriel Resources szerint 760 millió dollárt fektettek a bányászati projektbe, amelynek a megvalósítását meglátásuk szerint a román állam akadályozza.